Sugarasgyújtás. Igen. Nyugalmi állapotban lévő növény esetében alkalmazzuk. A vesztőt teljes hosszában lehajlítjuk. Majd egy 10 cm mély árokba fektetjük, kampókkal rögzítjük, majd betemetjük. Tavasszal a vesző rügyei kihajtanak, a fejlődő hajtások áttörnek a talajon. Amikor a már 10-15 cm-es magasságot elérik, a hajtásokat földdel, a kétharmad részükig feltöltjük, ezt a vegetáció folyamán még 2-3 alkalommal megismételjük. Lombulás után a meggyökeresett veszőket levágjuk az anyanövényről, és feldaraboljuk annyi része, ahány fel egy gyökérre rendelkező vesző kifelé.